Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora. A mai előadás témája: móric nagyhatású háború ellenes novellája: A szegény emberek. Több kérdésre érdemes figyelni a címmeditáció kapcsán. Részben arra, hogy miért szegény emberek mert szegények, vagy azért, mert a háború áldozatairól van szó. A második kérdés a lélektaniság megjelenése, és a harmadik megfigyelési szempont a drámaiság kérdése. Moriz Zsigmond, szegény emberek. Két szegény ember forgatta a földet a kert felső részén. Egymás mellett mentek az ásóval. Az öreg folyton diskurált, és a fiatal annyira szórakozott volt, hogy szinte tehetetlenül állott meg, valahányszor az öreg megakasztotta a munkában, hiába való beszédével. Ez a fiatal munkás kemény, feket ember volt. Vásott barna ruha volt rajta, katonabakancs és rendkívül ócska katonasapka, amilyet csak azokon a lenyűtt és féli csontvázávát katonákon látni, akik 10-15-20 hónapos lövészárok után vánszorogtak olykor végig az utcán, apatikusan és gépiesen. Már mondtam a vénasszonynak, hogy dugja el a fokhajmát, szólt az öreg, aki a feleségét mindig vénasszonynak emlegette, s megint megállott az ásó nyelére támaszkodva azt a ilyenkor kő eldugni a földbe ősszel, akkor lesz jó tavasszal. Nem fagy ki, szólt tűnődve a fiatal. Nem, soha se. Nem árt annak egyáltalán semmit a fagy, ha a van. Mert ha rágyűn a föld, akkor be van takarva, akkor nem áthat neki a fagy, pedig most az is drága a foghajma. A fiatalember, ember, mintha ráléptek volna, összerándult. Minden drága, mondta sötéten, s az ásóját emelte. Minden nagyon drága, bólintott az öreg, rettenetesen drága. Egy kiló kenyérnek az ára huszonhat krajcár, e még nem von drága, de nem lehet kapni. A nagy világért sehun nem lehet kapni. Abba a mi falunkba meg a jóisten tudja, micsoda jegyző szorult, hogy mi nálunk sose kapni lisztet, cédulás lisztet. Más falukban mindenütt ellátják az emberiséget, csak éppen mi nálunk nem. De meg a minap avval jön a vénasszony, hogy a jegyző még azondja, hogy azondja, aki pedig ütet a szentekkel összeházesítja, annak ő ellássa majd a baját. Megcsóválta a fejét, és kicsit nevetett. Pedig mostani világban könnyen megy, hogy az ember a jegyzőt szentekkel összeházasítja. A fiatalember... Most keményen a szemébe nézett az öregnek, s mintha nagy és erős dolgot jelentene ki, így szólt. Látja István bátyám, én csak három napja vagyok itthon, de ezt én nem érthetem. Rossz világ, ezt tudja. Én 26 hónapig voltam a fronton, de mondhatom, nekem semmi rövidségem nem volt. Meghiszem. Nekem ételem, italom meg volt. Hús annyi volt, marha hús, hogy már nem is akartuk ennyi. Mán kifordult az ember szájából a hús. Hő, jó volt itt. Egy kiló marhahúsnak az ára tizenkét korona, szondják, Mert én Bion nem vettem. A fiatalember, kisé fátyolos szemmel soká nézte, szembenézett vele. Mit ebbet fröstökre? Hát igen jó paprikát vettem én a múltkor a szerb Kovács Jánostól, mert ő most a szerb, mióta nincsen szerb. Tizenkét darabot adott tíz krajcárért, még nem is drága, azt mondom, azt ettem vagy kettőt kenyérrel. A katonember már nem figyelt, már a szeme megint messze kalandozott, magába merült, de az öreg folytatta. Ebédre meg igen jó iborkát savanyított nekem a feleségem, hát ebédre meg azt a teszek a kenyérhe. Ha aztán vacsorára hazamegyek, főz a vénasszony, bablevest vagy krumplilevest, ahogy gyűn, máma ugyan káposztát mert az embernek megterem a kertjébe a krumpli is, meg a káposzta is. Az idén bion nem sok termet, de az is jó, azt is meg kell köszönni a jó Istennek. Lisztje van? Hát van két méter búzám, tiszta. Muszáj neki körlési engedélyt adni, azt kaptam a részibe. Meg a cédulás lisztet is kiszedi a vénasszony. Zsírja van? A van, hála Istennek, jó órába legyen mondva. A van. Hogy ne hazudjak, van még vagy két liter? Csizmája van. Hát, ammár nem igen van. Ezt a bakancsot vettem. Ki most hatvan pengőket adni egy pár csizmáért? Még ennek is nagyon örülök, hogy erre a bakancsra szertehettem. Az ember lassan elfordította a szemét az öregről. 28 napon van szabadság. Mi az itt huszonnyolc nap? Most két nap vargáéknál voltam. Kaptam este négy pengőt. Vette a feleségembe iter tejet 30 krajcárér, vette egy negyed kiló szalonnát két forint 50 ér. két kenyeret, kicsi pékkenyér, egy forint 10 ér, maradt 10 krajcár. Mi az a 28 nap? Pedig most már rövidebb a nap, kisebb lesz a napszám, szólt a vén. Nekem semmim sincs télire. Három gyerekem van, mondta nehéz szóval, mintha a tüdejéből szakadna ki a szó. Gyerek, Bolondság, mondta az öreg. Elég bolondság. Sok embert bizony a vére ver meg. Csinálják a gyereket, aztán a gyerek nem kérdezi, apám húm veszikend. Az kiköveteli az élést? Elid lopni? Kérje a szomszédoktól, ha nem át vágdagyon. Az öreg vén korhelyek tágas hangján utánozta a más szavát, de a fiatal szinte megdermett, szinte jéggé vált, csak rámerett az öregre, és a szeme meghomályosodott, aztán lassan lehunyódott a szempillája, s szédülő feje esett rá az ásó nyelére. Talán el is bukik hirtelen szédületében, ha meg nem kapaszkodik benne. Dolgozzunk Mán! — mondta morogva. A nem kiméri az embert, fordult az öreg is az ásóra, s kényelmesen kezdett hozzákészülni a munkájához. A gyerek az békha éhes, avval is csak hasítja az ember szívit, az ásó belemélyedt a földbe. Öt-hat nyomot vetett fel, már megint nem bírta szó nélkül. A nem jó az a te ásód. Nem ilyen kötött főthő való ásó. Avval nehéz dolgozni. Szaporátlan, mert igen, hosszú ásó. Kurta ásó kell az ilyen nehéz főthő, acélásó, mint az enyém. Nem is túl hosszú, könnyen megy a földbe. Van neki nyomintója is. Mindjárt szaporább a munka vele, a kapám is acélkapa. Micsoda? Ebből az acélkapával szétvágom az idevalósiak minden kapáját. A fiatalember oda nézett az öreg ásójára, és nagyot sóhajtott. Azután a maga ásóját nézegette. El. Gyenge ásó. csinyán kell vele bánni, mert hajlik, csupa kín vele dolgozni ebbe a szíjas fődbe. És most egész tisztán látta, hogy be fog menni a házba. Ott van a bal sarokba, a sifón. A sifomból vett ki pénzt a gazdasszony. Azt a sifont egy szeggel ki lehet feszíteni, s annyi pénz van benne, ezrek. Hát a Stónban, azaz rohamba, volt álé, Kérdezte az öreg. Ráemelte a szemét, a szem előtt fátyolos volt a világ, nem értette a szót. Stónba, úgyis sokszor, csak bólintott, nem jött ki hang a torkán. Fenelakodalom lehet, nevetett kicsit az öreg, és megcsóválta a fejét. Csak neki egymásnak a késekkel, azt a torkára. Kitölté meg először, embert. A fiatal munkás lassan megmozdult, úgy elkésve értette meg a szavakat. Nem embert, mondta fejét megcsóválva csendesen. Jánt. Fiatal jánt először. Jányt, mondta természetesen az öreg, mintha a világon a legegyszerűbb dologról volna szó. Mikor sabácba voltunk, mondta lassan, kicsit rekedt szórakozott szóval a fiatalember, s a katonasapka alá felhúzta tűnődve szemöldökét gondolkozva emlékezve, kilőttek egy házból az ablakon. Hármat lőttek. Az egyik golyó úgy mellettem pattant el a kövön, a másik golyó a szakácsnak ment bele, a tarisznájába, így el is szakasztotta a combját. A harmadik meg a Cuxférernek ment be, itt a balpofáján. De olyan bitang szerencséje volt, hogy a két fogát kiütötte, a val elment. Akkor a kapitány Jurovics kiadta a parancsot, hogy egy fénrik hat bakával menjen be, s aki a házba találkozik, mindenkit le kell vágni, a gyereket is. A fénrik szó azt jelenti, hogy őrvezető. Nyugodtan, s komolyan beszélt, de a keze, aludva babrát az ásónyerén és folyton arra gondolt, hogy mire elindul, elkésik. Valaki hazajön, és akkor nem lehet megcsinálni. Megállott, hogy abba hagyja a beszédet is, amit kezdett, s azonnal induljon, de a lába nem akart mozdulni, a keze nem akarta elereszteni az ásónyerét, és a nyelve újra kezdte, folytatta a beszédet. Akkor bementünk a házba, olyan kicsit emeletes volt a ház, három az aljában levő szobákba ment, lenni is egy lakás volt, meg fenn is. Ők oda le, mit csináltak, nem tudom én, de mi ketten a Fénrik úrral bementünk az emeleten a házba. Ott volt egy rendes szoba, urasan, bútorok, minden, ott volt egy asztal, körül székek, az asztal meg volt terítve, ételebéd volt. Már éppen úgy volt, hogy dél volt, ott ültek. Ha! Igen, ebédültek, de a Fénrik úr olyan volt, mint a sárga halál. Zofort, azt mondja. Ez a szó azt jelenti, hogy azonnal. Azoknak villa volt a kezébe, meg késedtek. Az ablak be volt zárva. Nem ők Aztán megfogtuk a palláson egy jámbót Olyan szolgálójány az pofogtatott a pallásról. Minek az? Egy bolond vászoncsedéd. Azt tegye fel magába, hogy gyűlövöldöz, mikor úgy jöttünk rájba az utcán. Kellett neki háromszor lőni. Aztán tik? Mi? kérdezte a fiatalember, mintha álomból ébredne. Az öreg rábámult. Aztán tik mindenkit levágtatok? Csak úgy szuronyhegyivel, morogta a katona. Aztán Ján volt az első. Mi? Azt mondtad, hogy az első jám volt. De a katona, mintha megállott volna az esze csak maga elé merett, s mintha valahova távolba figyelt volna nagyján vagy kisjány. Várjék csak, szólott a fiatalember hirtelen, hazalépek egy kicsit, mert elfelejtettem az asszonynak megmondani, hogy Hunna a Gyorsan lenyomta az ásót a földbe. Most ütötte a tízet a toromba. Ő maga is csak akkor vette észre, hogy kimondta hazugságot, hogy a távoli óraütésekre figyelt, így határozta ő ezt még az éjjel, hogy mikor kilencet üt, elindul, de előbb azt fogja mondani, hogy tíz óra. Akkor aztán, ha valaha faggatnák, lesz egy tanú, hogy ő tíz órakor még itt volt. Az öreg megcsóválta a fejét, utána nézett, ahogy nagyokat lépve szinte szögdelve ment a katona a kivörösödött bakancsaiban, a gyűrött szürke sapkát a szemébe húzva. – Mit beszél ez? – mondta magában félhangon. – Hogy már tíz óra? – kivette a nikkel óráját a zsebéből, s jól megnézte. Kilenc óra volt rajta, három perccel múlt el kilenc óra. A katona kiment az utcára, s rendes lassú léptekkel ment előre a templom felé. Úgy ment, hogy előre elgondolta. Se nem lassan, se nem szaladva, de inkább gyorsan, mert munka közben ment el egy kicsit, hát sietni kellett. Figyelt, hogy nem látja -e ismerős, akinek köszönni kell, de mégis, mikor a kerítésen kinézett egy nagyba ember, úgy merett rá, mintha váratlanul a hóhírját látta volna meg. A szíve, mint a nagy kalapács lett volna belül, ritka nagy kondulásokkal verte a mellét, mint mikor félreverik a harangot. A templom mellett magas orgonabokrok közt kellett bemennie a setét útra. A bokrok már meglehetősen üresek voltak. A levél sárgán hullott le a földre, balról fiatal diófák állottak az út szélén, s nagy, tágas, felszántott kert, jobbról mély árok szakadék, és annak a fenekén a patak rendesen csúszott. Az árgon túl volt a ház. Körülpillantott nem látja-e senki. Erre felé már senki sem lakik, senki nem jár. Lemászott az árokba. Kicsit még mosolygott is magába, azelőtt sose jutott volna ilyen eszébe, hogy ebbe az árokba leereszkedjen. Csúnya a kácos gödör. Még a gyerekeknek se okos belemászni. De miket tanult ő katonasorban? Hol járt, micsoda falu végeken, hogy lopakodott ellenség után? Vedett át lefülelni, házakat megkerülni? Falut felgyújtani, disznócsirkét leverni, tehenet kihasítani, felét kivágni, a többiét otthagyni? Szinte úgy éreztem, jóta itthon van, most került először kedvére való helyre. Mi is ez az élet? Ez az igazi dolgozni. Ésszel megkerülni az ellenséget, s hátába támadni. Mi lenne a kevés magyar katonából, ha sokat törődne avval, hogy hány az ellenség micsoda veszedelmekkel jár a játék? Közepébe? Nincs most se törvény, se igazság. Csak erő megész. Aki bírja, marja. Ilyen parton se tudna átmászni. Hát az olasz parton, a part ezer méter magas, aztán két kilométer szélességbe, fél kilométer mélységbe, nincs egy tenyérnyi föld, akit a gránát meg nem mozgatott volna, szétvetette a vas, kitépte a belét, elszót mindent, követ, földet, vassal bevetette, mint itt, a búzával a szántást. Aztán, mikor megáll az ekrazitos eső, bele az átkozott agyagos földbe kidüllett szemmel bele, az agyag megmarkolja a lábát, lehúzza a testét, minden tenyérnyi darabjára ágyút átja a száját, gépfegyver köpködi a golyót, mint a fergeteg a csupasségságon, a puska golyó pereg, mint nyáron a jégeső, s hogy tusakodtak ott, hogy mentek neki a halálmezőnek, az osztavai temetőnek. Míg a gödör szélén, akár éfarkas, ott leselkedett pár pillanatig, s zúgó fejében a csaták zúgása szikrázott végig, mégis mintha a lelke fenekén valami olyan gyávaság kushadna, amit sohasem érzett a harcszereken. Hiányzott a kommandó, nem állott megette a káplár parancsal, se a Fenrich óra suttogó rendelettel senki sem mondta rajta kutyaszorist, s hideg verejték volt a homlokán ahogy végre észrevette magát, hogy már sok lesz a megdermet heverésből, s ki akart ugrani, egy fiatal akácfa veszőbe akadt, és amint mérgesen ki akarta magát szakítani, egy tövis kegyetlenül beleszóródott a csuklójába, az ingen keresztül. Azt a mérges istenit mormogta, s kicibálta a tövist. A vér szivárgott utána, bekapta a szájába a sebet, s kimászott az árokból. Valami vad dünőd benne, dühös ingerültség, a szeme égett. Na megállj, morogta magában, s nem tudta kire és miért fenekedik. Nehéz nagy léptekkel lesütött fővel ment a házig, az ároknál nem volt kerítés, s a házig füvön ment, csak néhány lépést. A ház sarkánál megállt, s a szívébe nyilallott. A nótárszájú gőgös, szemű bakákra gondolt. Ha látnák most, milyen patrújba jár? Ez a szó azt jelenti, hogy őrjárat. Összerántotta a szemét, most a szegénység az úr, most a szegénység kommendíroz. Az arcához nyúlt kemény ujjaival, mintha még egyszer bele akarna markolni az agyveleje gondolataiba. Csak ugyan kell -e, csak ugyan muszáj meghallotta a saját hangját messziről, azt mondta a felesége adósságáról, délig megadom, délig megadom, délig megadom, Ford benne, mint amikor jobbról balról, gránát csapkod le, s rettenetes töltséreket szaggat a fekete, volhinai földbe. Így állott ott, akkor a ropogás, dorogás az őrületes csattogás közepett, mikor az égre lőttek a földről a fekete sarak, és a domb tetején a horvátok folytogatták a szibériaiakat. Akkor a tisztek kiúzták a kardjukat, s szájról szájra járt, nem lehet tovább. Forverc. Ez a katonai szó azt jelenti, hogy előre. Most is úgy rohant be, előre szegzett fejjel a tűzbe. Egy pillanat múlva áttörte a tüzes valata baka a magyar, mindig legjobb előre, és bent állott a konyha sötétjében, csak úgy zihált a mellé, Csak a fegyvere volna itt vele. Fújt a tüdejéből a forró gőz, és a karja a vasvilla után nyúlt, ami az ajtó mellett volt odatámasztva. Most mi lesz? A konyha sötét volt is alacsony, szabad tőszej alatt a fehére meszelve a kemence, csedép fazekak, s vasvilla a kezében. Ezek a vargáik is szegények voltak a háború előtt, csak most, hogy eladták a tehenet meg a bornyút, most vannak az ezrek. – Mia! – kiáltott bentről egy gyereklány. A katonának kinyílt a szája, s megállott a vére. – Itthon vannak – motyogta. Sápat lett a fekete arcas, visszáptorpat. Egy fiatal lány kinyitotta a szobajtaját, s ilyet és bámész szemmel tátott szájjal nézett. Hosszú pillanatokig néztek szembe. Lassan megismerte, hogy ez nem a vargái gyereke, hanem Szabó Eszter, a Szabó András jánya. Itthon vannak? kérdezte végre reketten. Nem. Hát. Elmentek reggel? El. Egen, a vásárba. Há, maga látta. A katonának tágra nyílt a szeme. Aha. Ez már támad, ez már ellenség és erre mindjárt nyugodtabb lett, s folytatta a szeme a villámlást, mintha már joga volna felülkerekedni. A lány mögött a vargái kislánya dugta ki a fejét. Ez is olyan gyerekesen ilyet szemmel merett rá. Úgy nézett rá, éppen úgy, mint az a lány ott a háború elején, a legelső gyerek ott, Sabácban. Megmarkolta a vasvillát, a vére leszállott a szívére, várt. Várta a parancsot meretten s fakon vadult rájuk, amitől a gyerekeknek elállott a szava. A fejében alig fordult meg gondolat, tudta, hogy meg kell lenni. Délig megadom, mondta hangosan, azzal felemelte a vasvillát, s keresztül szúrta a kislányt. A varga gyereket az ellenséget, látta, hogy belement a vasvilla a torkába, s vérszökött ki, ezen már megkönnyebbült. Hogy ismerte már ezt a vért? Hány ember szót már agyon? Mindenkinek így szökik a vére, kirántotta a vasat, s a gyerek mint egy kis tömlő bukott el a sötétes szobában. A nagyobbik hangtalanul eltátott szájjal, mint a remegő vadmeret rá a katonának minden mozdulatára. Ez intett, hogy be. A lány hátrafelé bement, de a szemét egy pillanatra se vette le az emberről. Ez utána ment kemény egyenes katona léptekkel. A nagy szekrényre nézett, amiben az ezresek vannak. Hol a kócs? mondta. A fiatal lány minden tagja folyton rázódott, mint valami gépszerű reszketéssel. – Hol van a kócs? – kiáltotta újra a katona. – Nem tudom, nyöszörgött a lány, és a foga zörgött. – Ha meg nem mondott, téged is agyon szúrlak. – Bent van a másik szobában a sifonban. A katona intett neki, és előre ment. Jósan kihúzta a sifon fiókját, kétségbeesve kotorázott benne. – Hamar! – a lányka iszonyatos rémülettel nézett fel rá, ott elvitte a néni magával. A katona megvetően rántotta meg a száját, és a vasvillával a hasába szúrta a villahegye nem ment át a ruhán, ezért újra fogta a villát, felemelte, s teljes erővel belevágta. Még most sem halt meg a gyerek, mert közben oldalt fordult, s most karja a villa kétszára közé került. A katona körülnézett, és meglátta asztalon a nagy kenyérszerű kést, Visszament érte a nagy szobába, aztán be ismét, s kétszer a nyakába szúrt, aztán egy erős harmadik vágással, az egész torkát kettén meccette, úgy, úgyhogy a feje szinte leesett. A fene meg benneteket egyenesedett fel. A keze csupa vér volt, lecsapta róla a földre, s látta, hogy a vér végig az ágyon, s a szekrényen ezen újra elmosolyodott. Nagyot fognak nézni, ha hazajönnek. Ebben a pillanatban a bölcsőben felsírt a kisbaba. A katona odanézett, s látta, hogy a picinek kiesett a szájából a cucli, azért sír. – Na, ne haragudj, kis zsivány! – mondta neki. – Csak a kezemet hadd törüljen meg! De a kicsi égtelenül kezdett sivákolni. Erre ő szinte futott hozzá, fogta a cuclit, s a szájába nyomta. A gyerek mohon kapta bes s elhallgatott. Véresett egy kicsit, mondta a katona, s csendesen mosolygott. – Nem baj, sose tudod, mit ő hízol! – szólt szelíden. Hát mikor én három napig olasz Fanyarul elhúzta a száját, ahogy eszébe jutott a borzalmas kilenc nap, mikor a doberdói hegyeken az elesett bajtársakat rakták maguk elé fedezéknek. és amikor elfogyott minden a tarisznyából, egy frissen elesett olasznak a vérét szívta ki, mint a hörcsög a csirkéjét. Most megtörülte újra a kezét, és oda-oda nézett a kicsinek cuppogó arcacskájára. A zsiványa betyár kölyök, mondogatta magában. Aztán a késsel hozzá fogott kifeszíteni a szekrényt, nem ment, a vasvillát vette elő, de azt előbb ki kellett szibálni a testből, s a vércsorgott róla. Most már aztán türelmetlenül feszítette a szekrény sarka alá, s az egészet kiemelte. Megfogta, hogy ne zuhanyjon, s lármát ne csináljon. Mindjárt meglátta a barnak is vászonzsákot, amelyből tegnap kivették a bőrtárcát a sok pénzzel körömmel bontotta ki a spárgát, amivel be volt kötve, nyugodtan és rendesen. Aztán a markába öntötte, ami benne volt, a nagy bőrtárca nem volt benne. Azt elvitték a vásárra. Mondta magában, s lett saját magára. Egész éjszaka ezen gondolkodott, aludni se tudott. Kétszer is felkelt a felesége kérdésére, hogy mi baja, azt mondta, hogy hallom az ágyúzást. Mert csak ugyan hallotta s hiába gondolt végig mindent, mégse tudott mindent kigondolni. Erre se számított, hogy a gyerekeket itthon hagyják, és a szomszédból hínak hozzá egy pesztonkát. Úgy gondolta, inkább őket adják oda valakihez. Arra se gondolt, hogy az ajtó nyitva lesz-e vagy se, meg erre se, hogy a bugyellárist elviszik. Egész megvan már otthadva az eszem, mondta. A kefe vigy el. Örült, hogy mégis valami pénz van a kis szütyőben, az asztalra öntötte, és megszámlálta. Papír és ezüst pénz volt. Összesen 145 forint, meg valami rajcárok. Nem sok, mondta, s két tízest a lajbi zsebébe dugott. Most már nem adhatja meg az egész adósságot, mert akkor megint nem marad egyébre. Meg hadd is várjon az a vén az ember háborúban adósságot kérni. Az ezüstből kivett egy forintot, akkor bekötötte az egész pénzt a zsebkendőbe, ami az asztalon volt. Mielőtt bekötötte volna, kivett még egy koronát is, mert itt nagy a drágaság, biztosan több kell most arra is. A zsebkendő kis csomagját összetekerte, ahogy a dohányzacskót szokták, s a kabátja külső zsebébe tette. Ezzel be volt fejezve a dolga. S most megállott Némán, és újra mély szórakozottsággal nézett maga elé. Az ajtó előtt ott feküdt a kicsi lány teste, úgy hevert ott, mint egy kis kutya a küszöb előtt, ő csak nézte, nézte, és bólogatott. Ilyen kutya világ ez a mai, mondta, aztán nagyot sóhajtott. Hát, mikor a cigány szigeten bementünk, a fáról úgy ráztuk a komitácsit, mint a rohadt szilvát. A komitácsi azt jelenti, hogy szerb népfölkelő. Rotman hadnagynak a nyakát keresztül lőtték, a kezét rászorította a sebre, és az ujja csak úgy hugyozott a vér, meg a száján csak úgy ropogott a koponya. Így haigáltuk a levágott kezeket, meg a koponyákat, egymásra feküdtek a szerbek, meg a magyarok, aztán egymás torkát keresztül harapták. A bölcsőbe megborzult a piciny. Erre föleszmét maga sem tudta, miféle álomból. Most, hogy már el volt végezve, zsebében volt a pénz, már nem izgatta semmi. Szétnézett, nincs-e valami tennivaló. Egy pillanatra arra gondolt, hogy a kis testeket felrakja az ágyra. Ne feküdjenek ott szegények. De hirtelen összeborzongott, és úgy érezte, a világért se tudna hozzájuk nyúlni. Gyorsan elindult, elkerülte a küszöbnél a piciny hullát, nem lépte keresztül, eszébe villant a babona, ha keresztül lépik a gyereket, nem nő meg. Kint a pitvarban oda támasztotta a vasvillát, ahonnan elvette, aztán kilépett a szabadba. Fel akart sóhajtani, hogy végre az ég alatt van, és amint a száját kinyitotta, hogy teleszélje magát friss levegővel, egyszerre bezártas kedvetlenül folytotta magába a mozgást. Ki csak innen még meglátják, mintha fonálkul volna valami, Máskor ilyen gyilkolás után büszkeségtől pattant szét a melle, most pedig gyorsan elkushatt a ház mögé, s mélyen lehajtott felsőtesttel vetette be magát a sűrűbe. Az árkon olyan gyorsan átjutott, hogy észre sem vette, aztán a setét úton visszament a templom felé. Ahogy a kerítés mellett elment, valaki rákiáltott: kiáltott. Hé, öcsém! Fakuharcan nézett oda az ismerős hangra, akkor ráeszmélt, hogy István bácsi az ásásból kiállt. Na gyere már ásni! Már kerestek? Már nem megyek délig, megyek, veszek egy ásót, mert avval nem lehet ásni? Hum veszel. Átmegyek a vásárba, István bácsi. Hány óra is volt, még dolgoztam? Tíz, ugye? Az öreg nevetett. A katona nem merte firtatni a kérdést. Hallottam, mikor ütött. Avval továbbment, de valahogy az a gyanú vett rajta, hogy az öregnek órája van, mintha azután nyúlt volna a zsebébe, de visszanézni nem mert többet. A falu másik részébe ment, a sár közbe, ott bement ahhoz az úrhoz, akinek a felesége adós volt ötven forinttal. Meghoztam, amit tudtam, tekintetes úr. Mondta a szikár kis öregnek, jól van. Nem tudott többet adni, csak húsz pengőt. Az öreg elvette a pénzt. Jól van. Hun szerzett maga reggel óta. Magának még reggel nem volt pénze. Most meg már van. A katona sötéten nézett az öreg kopott úrra, aki cinikusan járt, s kegyetlen szókkal leplezte, hogy mégiscsak sajnálja a szegény embereket. Maguk barátom azt hiszik, hogy elég kölcsön kikunyorálni a pénzt, azután majd megadja a nagy harang. Ismerem én jól az ilyenféle urakat. Meg kell egy kicsit szorongatni a gégéjüket, akkor eszükbe jut, hogy kötelesség is van a világon. És nagyot nevetett kurt a döcögős hangján. Mint a huszára kozáknak, fecsegett tovább, és egy háborús anekdota jutott eszébe. Magával nem történt valamilyen história? A katona már el akart menni, de nem akarta megsérteni az urat azzal, hogy végig sem hallgatja a beszédét. A kórágyon feküdt, két sebesült baka, az egyik a szerb került oda, a másik az ról, na. Azt kérdezi az, amelyik a téren sebesült meg. Mondja csak címbora? Csak ugyanolyan borzasztóak azok a kozákok. Igaz, hogy torzombor nagy szakálluk van? A fejükön olyan nagy medvebőr kucsmas rettentő húj, kiáltással törnek előre. A katona úgy járott a mozgékony kis ember előtt, mint egy iskolás gyerek. Nehezen lélegzett és csüggett, szomorú arcán borzasztó unalom volt, még az öreg úr nézte, és oktató leckészető hangját hallgatta. De az öreg, akinek a keze nagyon mocskos volt, mert éppen műtrágya oldatot csinált, és a munkát hagyta abba a katona kedvéért, fás hangján tovább mondta az adomát. Hát, azt mondja az, aki az északi harcérről jött, hát tudott testvér, így mondja, amikor először gyűjt ránk, s hangsúlyozta gépiesen, hogy gyűjt, vagy ezer darab muszka, Hát egy kicsit szorongtunk, de azután eltaláltuk a fortéjukat. Na hogy, hogy? Kérdi a másik sebesült, a szep harcéről való, mert az még nem látott muszkát, hát örült, hogy na most meg fogja tudni a fortéjukat. Hát tudod, azt mondja az orosz földön jártas köttes katona. Mármint az ilyen okos emberek szokták elárulni a tudományukat, azt mondja, hogy hát tudod, mikor gyűnök akkor az nagyot ordít de mikor az ember beleszúrja a hasába a bajonétot, hogy az hátulról ki, akkor a kozák csendesedik. Nagyot kacagott hozzá, ahogy egészséges emberek, akik sose voltak a haszérnek felé sem, nagyot tudnak nevetni azoknak a haszéri adomáknak, amelyektől, ha komolyan veszi az ember egy kicsit a hátába áll a hideglelés. Hia, de hát ezek a mai idők, teszi hozzá. Azért mondom, barátom, hogy ez a magyar ember ilyen huncut kutyavér van a magyar emberekbe a háborúba. Másfél ember, francia vagy angol megijedne, aztán sokat beszélne, hogy hű, az borzasztó, amilyen a kozák, nagy süvege van, meg borzasztóan ordít, mikor támad, így mondaná el egy tót, vagy olá, vagy egy sváb. A magyar? A magyar meg azt mondja rá, kitanultuk a fortéjukat. Mikor az ember úgy beleszúrja a hasába a bajonétot, hogy az hátorúdjunk ki, akkor a kozák elcsendesedik. <laughs> Azt megkészem az ebatta, akkor elcsendesedik. Na jól van, kedves barátom. Csak azt az egyet tanulja meg, hogy adós sose legyen. Soha adósságot, soha. Minden bűnnek a meleg ágya, az adósság. Inkább koplalni, nélkülözni, dolgozni, csak adósság ne legyen. Hát, sovágó úr, ha én itthon lettem volna, akkor nem gyűjt volna az az adósság. Jó, 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 van, na jó, jó. Csak azért mondom, Ugyanott a kicsit megsértődve az öreg úr, hogy nem tekintetes úrnak szólította, és megveregette a vállát a nagy fekete embernek, aztán mit sem törődve vele sietve neki munkájának. A katona kiment az udvarról, azzal az érzéssel, hogy a pénzével együtt annyi ennek az úrnak, mint egy légy. Még köze hozzá, mit törődik ő vele, érdemes volt azért, hogy ennek visszaadjon húsz forintot? Csámpásan, kedvetenő ballagott most hazafelé. S hát igazán olyan nagy valami az az adósság. Ennek annyi a pénze, hogy ez soha még él, nem fogja elkölteni ezt a húsz forintot. Akkor mire neki? Akkor miért követeli annyira, hogy még a húsából is kész volna kivágni, mikor ő maga is tudja, hogy az asszonynak kellett, míg ő oda volt 26 hónapig, hogy éljen meg három gyerekkel, míg ő oda harcol. Még kórházakban fekszik meg újra oda harcol. A katona sapkáját a fejébe húzza, és bosa szemmel, véreres szemmel néz körül, minek éljen az ember, ha csak arra él. 26 hónapig oda ki lenni, olyan időkbe, hogy se fogjott, se sebesültet, csak halottakat csinálni. Ez a haszna, ez a vége. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt. Adásunkat meghallgathatják és letölthetik a szentistvánradio.hu letöltések oldalán.